Bólogató Jánosként, hogy mindenre igen mondjanak, vagy van valami konkrét feladatunk? Azért vannak, hogy segítsék a plébános a döntés meghozatalára, hiszen a plébánosnak kell elszámolnia a megyés püspök előtt. Minden ilyen ő viseli a felelősséget. Nem alkalmazottja a plébánián, sem a képviselőtestület. Éppen ezért a testületi tagok azért vannak, hogy mellette álljanak. És hogyha helytelen döntést hoz, nyilván azért ő fel. Meg kell tanulnunk jól segíteni. Nem azzal segítek, ha okosabbak vagyunk mindenkinél, hanem azzal, hogyha rábízott feladatot ellátom. Az egyházközség hétköznapi életében részt veszek. Különösen vonatkozik ez a segítség a világi ügyekre, az adminisztrációkra, beruházásokra, szervezési feladatokra. Mindezekben óriási segítséget tudtok adni a plébánosoknak. Bennünket, plébánosokat általában, legalábbis nekem ez a tapasztalatom, tisztességes vállalkozókért, de becsapunk, rászedünk, mert naívak vagyunk, nem értünk hozzá. De ha egy világ odaáll és azt mondja, hogy vállaljon műszaki ellenőrzést, akkor nem hiszem, hogy a plébános ezt vissza fogja utasni. És legyünk őszintén, az is előfordul számtalan esetben, hogy a testvéri tagok szívesen segítenének, de a plébános ezt nem engedi.